Sziasztok gyerekek! Ez a Deathwish végigjátszásomnak a 17. része, Paradise Lost, elveszett paradicsom című pályán vagyunk. A pálya eredeti címe Twilight Grotto volt, szürkület barlang. Ezt a küldetést leginkább az jellemzi, hogy sokáig nem történik semmi különös, aztán váratlanul egy hatalmas csata kellős közepébe csöppen a játékos, meglepetésszerűen. Ez a pálya kiválóan alkalmas volt arra, hogy a készítő megmutassa, a sima zombik milyen veszélyesek tudnak lenni akkor, ha kis helyen sok van belőlük és nincs hova futni. Hát ezt már tapasztaltuk, hát az előző pálya az nem erről szólt. Mondjuk ott volt hova futni. Tény és való. Mi ez a sötétség itt? Semmi. Ajjaj. Barlang. Akkor azt a sörétest fogom elővenni. Mondjuk azt nem mondta a készítő, hogy papok nem fognak jönni. Így né. Be a vízesésbe. Az a tuti. Beleugrok én is. Nyilván tudtam, hogy meghalok. Bár. Nincs itt valami titkos hely? Nincs. Hú, figyeljétek ezt a grafikát? Egyáltalán nem pixeles. Amúgy a Bloodnak a pixel grafika az jobban illik hozzá, mint a modernebb. Tehát a Blood 2 az egy rakás trágya, szerintem. Micsoda barlangi muzsika ütötte meg a fülemet. Ezt most lehet, hogy a zenétől nem halljátok. De kellemes. Az eredeti Bloodban nem tudom, hogy volt-e ilyen muzsika amúgy. De rendkívül gyönyörködtető hatása van. Ez az kutymogó. Na, akkor szerintem ezt még erről az oldalról elintézem, ezt a problémát. Úgy né. Aha, pont annyi shotgun lőszerünk van, mint amennyi Tommy Gun lőszerünk. Ott is van egy probléma, látok ott is. Ez nem volt éppen a legjobb dobásom. De valahogy szét kéne lőni ezt. Oh yeah. Legalább egy tiszta találat volt. Elég sok lőszert elpocsékoltam rá, de hát inkább ezen az oldalon végzek vele, mint hogy víz alatt kelljen szenvedni. Na, legyen már meg. Thank you.
Még egészségügyi táskánk is van, azt nem szabad elfelejteni. Tudod mikor? Gyere köcs. Úgy ne. Ügyi vagy. Ügyi kugyi. Kugyi kugyi kugyi. Kugyi vagy. Stuck. Be van ragadva. Pedig oda mindenképpen be kell jutni. Be is fogok. Ha már vártam, ezt már nagyon vártam. Na, most már 200 életerőnk van, úgyhogy most már kapnak majd az apucik a fejük. I need a key. Ez nem. I need a key. Ez is záró van. I need a key. Minden zárva van? Hopp, Watergate. Nagyszerű. Akkor ez azt jelenti, hogy most már át tudok itt menni. Ott mi van fent? Kíváncsi vagyok. What the fuck is here? What the fuck is here? Érdemes ide jönni? Hát igen, eléggé. Eléggé megéri, azt hiszem, úgyhogy valahogy... Persze ezek körbe lehet majd menni. Jó, akkor azt hiszem, hogy inkább menjünk a normális úton, jó? Ízéljünk itt. Jaj, köszönöm, hogy megmasszíroztátok a hátamat. Tommy Gunna. Na igen, itt kellett volna küzdeni azokkal a köcsögökkel. Iha. De jó, hogy nem vettétek észre, köcsfiúk. Na még kapsz te is egyet az arcodba. Úgyné. De gonosz. De gonoszság ez. Na, hogyha már ilyen jó szögben vagy, kapsz te is egyet a pofádba. Hú. Hogy bírtad ki, te köcsög? Mucsaj köcsöge. Mucsaj röcsöge. Amúgy, mindegy. Menjünk akkor ki? Jaj. Aha, szóval ott még van egy köcsög, oké. Okay. Igen, pillanatok alatt annyi életerőt el tud veszíteni itt az ember, hogy az már felháborító. Imádom a dinamitot. Egyik kedvenc fegyverem. Jól használható. Júj! Na akkor döfködjünk. Jó, hát akkor ezen az oldalon nem fogunk lemenni. Ezt megjegyzem. Nem is pocsékolok rá semmit. Szerintem kutyák fognak jönni. Oké. Okay. Na jó. Akkor komolyodjunk. Ezen az oldalon mi van vajon?
Na? Nincs semmi. Oké. Okay. Hát akkor liftezzünk. Ennyi volt nektek, köcsögök. Honnan dobtad te azt, he? Ja. Úgy van. Egy megvan. Úgy van. Egy de nagy köcsökség ez, kérem alásan. Úgy né? Úszkálsz, köcsög. Jól van. Fú, olyan ott ki tudok esni a medencének a szélén? Hát persze, hogy ki tudok. De nem fogok. Arra mérget vetsz, hogy nem fogok. Na, ezek a barom vízi szörnyekkel sem fogok leállni harcolni, az tuti. Igen, gondoltam. A jelzőpisztoly lőszert egy kicsit bátrabban használom. Gondolom észrevettétek, mert miért ne? Locked. Zárva. Locked. Hát... Ez viszont már nyitva van. Jajaj, de most... ennek most mi... Jaj, innen csak kijöttek volna a szörnyek. Aha. Locked. Jó. Még jó, hogy elintéztem őket. Ja, igen, ezt tudom, hogy zárva van ez az ajtó, akkor erre nem is tudunk menni. Viszont úszunk itt visszafelé. Nagyon ügyes vagy, fiam. Na! Yeah! Egy zélottal kevesebb. I need a key. I need a key. Ajaj! Jajaj, ne! Ez a biztos. Na, hol vagy? Így, érzéssel kell.
gyönyörűen ráérzek a technikájára a dolgoknak. Blazott. Akkor át fogok ugrani, ez tény és való. Az is tény is való, hogy ott mindjárt egy ellenség lesz. Az is tény, hogy most oda felmegyek, és Ternobox szét fog esni darabokra, szerintem. Aj, basszus! Jó, akkor azt hiszem, hogy egy sokkal galádabb dolgot fogok megoldani itt. Durva volt, nem? Csak meg itt leessek most már. Nem szabad leesni. There is nowhere to run, you motherfuckers. Ezt szeretem, hogyha így gyönyörűen tudom írtani az ellenségeket. És nem kell másodpercenként visszatölteni, csak 2 másodpercenként. I need a key. Hú, ez miért dupla kulcsos? Ilyen technológiát nem is tudtam, hogy volt a Bloodba építve. 2 darab kulcs is kellett hozzá. Hát igen, ez itt egy ilyen rövid vágás lett volna, tehát végül is Rocket Jumper, hogyha ide felugrottam volna, hogy mutattam is. Akkor egy picit hamarabb túljutottunk volna a pályán valószínűleg, hogy ilyen speedrunhoz ideális lett volna ez a megoldás, de úgy egyébként annyira nem siettettem a dolgokat, élvezzük ki a fröccsenő vért. Na, jelzőpisztolyt akartam. Tesla konomból maxon vagyunk. Nagyszerű. Ó. Kedvenc fegyverem. Ebből nagyon kevés lőszer van a Deathwishben. És ez igazán sajnálatos dolog, mert a kedvenc fegyverem. I need a key. Azt mondja, hogy we are there to defend. Összegyűlünk, hogy megvédjük a tornyot. A mi seregünk nem bukhat el. I need a key. Dehogy nem bukhat el. Majd meglátjátok. Gyönyörűségesen el lehet bukni, hogyha Caleb az utatokba áll. Pontosan így. De ez csak a példának okádék volt. Ah. Menjünk visszafelé. Mr. Fucker. Ah, ott egy halál. Egy halál. Megjött Mr. Halál. Eléggé visszaszaladtam, tudom. Mint hogyha lett volna ott egy kutya is. Hú, egy teljes izé. Box of shotgun. Shotgun. Csocs! Csocsi, gyere! Fürödjünk egyet. Úgyne.
Come on, játsszuk le! Itt egy hullajcs. Nothing. Nothing can stop me. Szerintem ez már a fő ellenség előtti pálya. Van egy nagyon sanda gyanú. Terrorborg, Growth in Power. Terrorborgnak nagyon jó a hatalma. You can see through our... A mi szemünkön keresztül képes látni. Meg látja azt, hogy micsoda durva mészállásba kezdtem itt bele, nem? Szerintem ez sejtett valamit. Mármint azt, hogy azért mindegy, akkor megnézem azért, hogy ez az ajtó hova vezet. Meg gondolom később lehet kinyitni. Most meg lehet, hogy mindjárt egy fő ellenség harc lesz. Az egyik ronda halember a botomat belehúzta a vízbe, berántotta a vízbe. Jó, gondolom, hogy milyen botról van szó, de nem tudom, megéri-e. Ezért most bemennem oda. Rohadtul nem éri meg szerintem. Hülyeség. Ez azért egy picit durva harc volt, nem mondom. Van-e még itt valami finomság? Nem nagyon. Mint ezt a kanobból már mindjárt megint maxon vagyunk. Oké. Okay. Nyitva volt ez a doboz eddig is. Remote detonator. Éreztem, hogy van ott valami. Ó,
Kész, ennyi volt. Van. Na most akkor várjál, megvan, most már minden kulcs megvan. És akkor hova is kéne menni? Régi. Confusable. Confusing this level. Akkor menjünk megint erre. Azt hiszem, hogy ott volt egy ajtó, amit még nem nyitottunk ki. Ugye ez az ajtó volt az. Locked. Vagy akkor erre kell menni? Várjál már, most nem tudom. Már én sem tudom, mi van. Erre biztos, hogy nem. Akkor viszont... Valószínűleg erre kell jönni. Problem at all. Ja, tényleg erre kell jönni, most már eszembe jutott. Van ott egy gargi. Teli találat. Pont elég volt a lőszerre. Mi ez itt? Beugrok, meg halok? Hüha, hüha, hüha. Fussunk! Jó, hogy volt lélek jelenléten visszafutni. Istenem, na ez volt a 17. része a Death Wish végigjátszásomnak, gyerekek. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, nem is kerüljön a 18. rész. Most már valószínűleg az utolsó pálya fog következni, van egy olyan erős gyanúm, de nem biztos, ahol Ternoboggal fogunk megküzdeni. És hát nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog alakulni a dolog, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra, és szervusztok!